Jó estét mindenkinek! Mindig azt hittem, hogy a zen maraton, de most hallottatok egy sprintet. Illatos volt. Te döntöd el, hogy a cseresznyefa vagy a rakásszal illatát választod, vagy valami egyebet esetleg az augusztusi középnyárból. Van-e kérdésetek a zent, a gyakorlatot, az élet és a zen kapcsolatát illetően bármilyen kérdés? azt foglalkoztat mostanában a környezetem egy gyakorló társaimat figyelve, hogy hiányolják azt, hogy az én gyakorlásban nem jelenik meg sehol a család, vagy egyáltalán, tehát hogy ilyenféle áldások. nyilván ebben korábbi teravád a gyakorlat, ami világiaknak eléggé intenzíven benne volt az, hogy a családhoz, vagy egyáltalán embertársainkhoz való a konkrétan együttérzés szeretet Megfogalmazása, illetve ki a árasztása, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. És a, és ugyanebben a, a történetben az, azokat a visszajelzéseket kapom, hogy az engyakorolva egy picit azt érzik, hogy eltávolodnak a családtól. És hogyha erről beszélnél, akkor azt megköszönöm. Hát nem kell eltávolodni a családtól, hanem a családot elhozni az engyakorlatra. És akkor kiderül az engyakorlat családi vonatkozása is. Miért nem kezdjük rögtön a családi változattal? Egyrészt azért, mert egy családban élők karmikus érettsége nem ugyanaz. Tehát van egy fő a családból, aki érdeklődik a zen iránt, ő eljön, és képzeld el, hogy elkezdeni invitálni kiárasztván együttérzését a család többi tagját, mire azt hiszik, hogy ugye túl sok teret kapott, és így valaki megtérítette, és akkor elkezdik ottan majd beszippantani a családot is. Hát ez nem a legjobb. Ugyanilyen probléma a hirtelen együttérzés, vagy a hirtelen bölcsesség azonnali kiárasztása. Ne árasszunk mi ki semmit, amíg egy picit le nem pucoltuk magunkat belül. És amikor az majd spontán megjelenik, majd akkor éreznek valamit a környezetünkben azok, akik kapnak valamit anélkül, hogy mi különösebb akarattal kiárasztanánk azt. Tehát ezzel a kiárasztással csak az a baj, hogy rengeteg énes elem van benne, hogy én akarok segíteni, én akarok segíteni, Na most ez az az út, amely ugye ki van kövezve, és úgy mutat lefele. És ezért el kell viselni egy kicsit, hogy az illető gyakorol, és amíg gyakorol, addig a család nem mindig van tisztában a gyakorlás miben létével, alapjaival, a gyakorló családtag jó, hogyha válaszol a kérdésekre, de nem csak legjobb tudása és némi tapasztalata alapján, hanem az alapján, hogy mit lát a családtagban. Hát, hogy mit kell a családtagnak tanítani. Nem az, hogy mit akar hallani. Mit kell tanítani a családtagnak ahhoz, hogy a zenről is és a gyakorlóról is a helyes képet kapja. És akkor elkezdi érezni a nem gyakorló is, hogy itt miről van szó. A legfontosabb az, hogy némi türelem és ítéletmentes magatartás kialakulhasson. Tehát nagyon gyakran a családtag nem érti, hogy mi ezen akármennyit magyarázol. És így nem magyarázni kell, hanem segíteni kell, kapcsolódni kell, helyzetet felismerni, kapcsolatot teremteni, helyesen működni, cselekedni. És akkor ez lesz az a zen, amit a családtag kap. Úgyhogy, ha elég idő áll rendelkezésre, akkor a család észreveszi, hogy a gyakorló maximálisan minőséget emel, és nem valami elváltozás vagy színeváltozása következik be. Úgyhogy a legtöbb gyakorló normális marad és világi. Csak nagyon kevésnek megy át a zenfűnyíró a fején, úgyhogy azok a kivételek, azokkal van csak a baj. Egyéb kérdés? Nekem az lenne a kérdésem, hogy a, a megvilágosodás élmény, amire ugye a gyakorlat ö, ö, irányul, hogy ha jól eseljétem, akkor itt arról van szó, hogy az érzékszervi érzékelés és az észlelés, tehát ennek a tudatosítás tudatosítása, címkézése elválik egymástól, tehát ott egy ilyen időrés lesz a kettő között. Túlságosan szakszerű a kérdés, és van benne egy időzített bomba. Az egyik, a szakszerűség, látszik, hogy nagyon sokat olvastál. Az időzített bomba pedig a megvilágosodás élmény keresése. Tudjuk, hogy mit keresünk? Nem. Akkor Oké. miért is keressük? Tehát a zen azt jelenti, hogy a megvilágosodás és szenvedés kettősségének az élményéről szeretnénk valahol lemondani. Azért, mert amíg a szamszára és nyirván a megvilágosodás és szenvedés dualitásában evickélünk, addig ebbe a bizonyos mókuskerékbe zárt kicsi patkányra vagyunk hasonlatosak. És ez egy idő után nagyon fárasztó. Ahhoz hasonlít még, amikor az okos kocsis belógat az ostorán egy rakás répát a lova elé. És akkor a ló elindul, és megy vele a szekér, a kocsis, meg a répa is. És a távolság állandó. A távolság állandó. De az illat az egyre idegesítőbb. Tehát vigyázni kell arra, hogy ne egy nevet, formát, elképzelést és egyebet kergessünk, hanem visszatérjünk abba a pontba, ahonnan a megvilágosodás és szenvedés képzete sarjad. Tehát nem visszamegyünk föl a fára, hanem megpróbálunk nem enni a jó és rossz tudásának a fájáról. Minden elé menni. Lemenni a gyökeréig, és megnézni, hogy mitől nőtt az ki, meg honnan. És amikor ez az élmény megvan, hogy nincs sem megvilágosodás, szem, sem szenvedés, azt hívjuk az ilyenség tapasztalatának. Most ebből mindjárt van négy, csak hogy növeljük a tétet a vallások pokerasztalánál. És ez úgy megy, hogy amikor ilyen hegyállapotban, vagy egyéb ilyen dualisztikus tudat nélküli állapotban lévő lényeket nézel, az az ilyenség nélküliség. Tehát a hegynek, a folyónak, még a kutyának, meg a macskának sem merül fel az, hogy hm, szenvedünk, mert múlandóak vagyunk, függünk, tökéletlenek vagyunk, és a többi. Tehát ez az ilyenség élményének a teljes hiánya, mert nincs olyan dualitás, amit föl kéne oldani. Tehát a következő, az egyévállás ilyssége az csak azoknak jelenhet meg, akik valahol kényszerűen kiléptek az egység édenkertjéből, és vissza kell térni az egyévállás ilyssébe. Ez az egy. A 180 fok az enkörön, a, a szívszútra lényege. A nem név és nem forma, nem jövő és nem menő, nem keletkező és nem elmúló tiszta tapasztalata. Ez az egyévállás ilyensége. Ha ezt elnevezem megvilágosodásnak, már el is vesztettem, és a legnagyobb sötétségbe zuhantam. Elnevezhetem bárminek, de mihelyt minősítem, azon nyomban nincs. Azon nyomban behelyettesítettem egy névvel, formával, és azon nyomban újra vissza kellene mennem oda, de mihelyt megvan a tapasztalat, de megint minősítem, sőt összehasonlítom, a korábbi vagy jobb volt-e vagy sem. Tehát mihelyt minősítem, mihelyt elkezdek róla gondolkodni, annál gyorsabban veszítem el. A következő az ennek a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatnak a helyes használata. Ez az igazság ilyensége. Tehát egy évválás, letisztulás, és utána látod, hogy az ég kék, a fű zöld, a madarak csivitelnek, a kutyák ugatnak, a macskák nyávognak, és az igazság ilyenség olyan, mint egy gyönyörű film, egy lassú film, vagy egy diaképsorozat. Pillanatról pillanatra tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzékelsz. És a negyedik a sorban, az a cselekvés vagy működés ilyensége. A cselekvés, a spontán megnyilvánulás ilyensége. Most ebből mindjárt kettő van, csak hogy növeljük a tétet. Az egyik az alanyi egyéváló és cselekvő, a másik a tárgyi és odaforduló cselekvő. Tehát, ha szomjas vagyok, iszom, ha fáradt vagyok, alszom, ez az alanyi egyéváló cselekvés, ennek az ilyensége. A másik változat, amikor valaki éhes enni adok neki, akkor szomjas, és inni adok neki, ez pedig a tárgyi odaforduló ilyenség. Akik már kuant gyakoroltak, azok pontosan érzik, hogy a válaszok hogyan futnak ki egyik vagy másik irányba. Nagyon nagy intuitív ráérzése van szükség, hogy mikor lehet megmaradni az válásban szinte soha. Meg kell válaszolni a kérdést. Mikor elég az igazság ilyensége? És mikor kell a cselekvés vagy működés ilyenségéből választani akár az alanyit, akár a tárgyast? Elárulom, hogy van olyan kuan is, ahol az ilyenség nélküliség állapotában is meg lehet maradni, de egy kezem meg tudom számolni, hogy hány. Tehát a tudat működésének ezeket a fokait a zen végigjárja, egyiket sem abszolutizálja, és mindig megválasztott, hogy pontosan mikor van szükség valamelyikre. Miért? Mert valamelyikre szükség van. Megszülettünk, érzékszerfesz kötött lény állapotot vettünk föl, és ebben az állapotban vagy cselekszel, vagy nem. A kettő közt nem nagyon van átmenet. A gondolkodás is cselekvés, az érzelemformálás is cselekvés, a beszéd egy verbális cselekvés, és utána van a fizikai cselekvés, tehát a tudatmozgás, a testmozgás az már cselekvés, vagy pedig a teljes meg nem nyilvánultság, a nem gondolkodás, nem beszéd, nem érzelemformálás, nem cselekvés állapota. De ha megmozdultál, akkor mozogsz, ha nem mozdulsz, akkor nem mozdulsz. Ha megnyilvánulsz, akkor megnyilvánulsz, ha nem, akkor nem. És a megnyilvánulásnak a módjait, a formáit azt érdemes tanulmányozni, hogy hogyan lehet ezt a nem dualisztikus tudatot bevinni a mindennapi életbe, és olyasféle helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés útjára lépni, amely nem termeli újra a problémát. Tehát nagyon sok ígérgető műfaj, boldogságot és egyebet ígér. El is mondja, hogy micsoda. El is mondja, hogy mit kell tenned, sőt meg is félemlít, hogyha nem teszed, akkor aztán boldogtalan leszel. Nagyon sok esetben ez egy kicsi univerzumban, mondjuk a newtoni fizika univerzumában ez igaz. De mihelyt kilépsz a saját komfortzónádból és a személyiséged naprendszeréből, rögtön valami relatívabb, valami Einsteinibb merül föl, és akkor a dogmák nem működnek. Ezért nem ígér az zen semmit. Ezért láttat a zen pontosan mindent és mindenkit úgy, ahogy van, ha erre hajlandó az alany. Ha nem, akkor én nyugodtan az illúzióid között. Senki nem akar a tiszta térbe téríteni téged. Majd te jössz, hogyha akarsz. Tehát a megnyilvánulások azért fontosak, mert karmát termelnek. A karma következmény. Néha a felgyűlemlett karmák következményeit éljük, anélkül, hogy látnánk az okát. És a zen nem regressziós terápia. Ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tehát ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ezt a pillanatot megoldod úgy, hogy nem termeled újra a problémát, akkor nem termelted újra a szenvedést. És amikor ez az állandó jövés, menés, keletkezés, megszűnés, körfolyamata, vagy linearitása, attól függ, honnan nézzük, megszűnik, akkor ez a nyugalom a boldogság, ma a Parinirván útra. Addig még az is sokat kell dolgozni. Igen. Köszönöm. Egyébként. Az imént volt szó arról, hogy a családok nincsenek benne a zenben. Én meg kívülről azt a kommentet kaptam a zennel kapcsolatban, hogy túlságosan érzéketlen, hogy mikor a nem ragaszkodásról beszélek, hogy nem... nem. A zen talán segít ahhoz, hogy ne ragadjunk bele bizonyos érzelmi csapdákba. Ugyanakkor hiába a emellé, mellé, hogy azért az együttérzésről is beszél, a azt mondják, hogy ez, ez, ez úgy tűnik, mintha én elzárkoznék a világtól, el, elutasítanák, tehát így ilyen érzéketlen állapotot sugal a külvilág felé, és hogyha ezt tisztáznád, annak örülnék. A, az ilyen embert ki kell vezetni a gyümölcsös kertbe, nagyjából születkor, és megláttatni vele a fát, a gyümölcsöt, főleg azt az édes termést, amely már úgy megélet, hogy majdnem lezuhan a földre, és megkérdezni az illetőt, hogy ugye ezt szeretnéd, ezt az édes, gyönyörű termést. És persze mindenki rávágja, hogy igen, szed magad, hát a láda, és megeszem. És akkor megkérdezzük, hogy ugyan már honnan jön az a gyümölcs? Hát a fáról. És a fa honnan jön? Hát bizony a földből. És a föld az nem édes, nem napos, nem lehet megenni. De ha az nincs, akkor a fa nem nő ki, és nem hoz gyümölcsöt. Tehát az eredeti tudatnak az önvalója, a mi buddha természetünk tapasztalata, az nem valamilyen, hanem az a forrása mindennek. Tehát ennek az egyévállás tapasztalatnak nincs gondolata, érzelme, íze, illata, családja és magányossága. De ebből fakad, Mindaz a szabadság, amivel felvehetsz kötöttségeket is, ha úgy akarod. Amivel megnyilvánítod együttérző, bölcs és nem dualisztikus önzetlen tudatod. Tehát azért fontos a leggyökeréig elmenni, a magváig elmenni, mert ha nem, akkor csak különböző pózokat veszünk föl. Fölveszünk egy tanult érzelmi magatartást, amit együttérzésnek hívunk vagy egy tanult eszmegyűjteményt, amit bölcsességnek hívunk, vagy egy cselekvés mintázatot, amit ugye segítségnek hívunk. És éppen ezért megyünk le a magváig, a spontán keletkező, nem dualisztikus eredetig, hogy ez a tiéd legyen, hogy az belőled a természetedből fakadjon, és nem valami kívülről tanul dolog legyen. Épp elég az a forma, amit tanulunk a gyakorlathoz. És ezért mondjuk mindig, hogy ne azonosítsd a poharat a vízzel, hanem használd a poharat ahhoz, hogy megidd a vizet. Tehát akik a formával azonosítják a zent, azok panaszkodnak, hogy a pohár nem iható. A víz iható, de a pohárral isszuk meg. Tehát akik tapasztalnak, azok pontosan tudják, hogy ez miről szól. Aki kívülről nézik, azok látják azt a monasztikus aspektust, ami nagyon vonalas, nagyon szervezett és fegyelmezett. De hogy kellő gyakorlat után ez mit vesz el abból a sok-sok feleslegből, amit viszünk magunkkal? Mit söpör ki abból a sok-sok szemétből, amit viszünk magunkkal? Ezt mindaddig nem tudod, amíg meg nem történik. És abban a tiszta, téres, felszabadult tudatban Keletkezik az együttérzés, a bölcsesség, az önzetlenség, amire mindenki vágyik, csak be akarja tenni a shopping centerben, ugye a kis kosárkájába, elsajátítani, hazavinni, megfőzni és megenni. Hát ez nem így megy, hogyha valódi útról beszélünk. Úgyhogy megint csak türelem azoktól, akik kívülről nézik, az ajtó nyitva van, be lehet térni és megtapasztalni a teret és vagy én tudatom van, kőkemény, csomós, ítéletalkotó egoitás, vagy pedig kilazítod, elengeded, kisimítod, és olyan lesz, mint a tér, mint a tükör, és látod azt, hogy a saját tudatod hogyan teremti a világot. És a tudatunk hogyan teremti a világunk, mert itt lesz ez négyzetre emelve, itt lesz ez a 7 milliárdos hatványra emelve. És akkor megnézzük, hogy egymásnak milyen világot teremtünk. Úgyhogy innentől kezdve válik ez érdekessé, és meg kell mondani a e, jó szándékú ítéletalkotónak, hogy mindaddig, amíg ezt kívülről nézi, addig nem lesz érvényes tapasztalata, és hogyha át akarja hidalni a nézetek és a cselekedet közti óriási szakadékot, akkor megvannak a bevezető módszerek, amelyek mindig csak bevezető. És olyan módszerek, amelyek elvezetnek ugye a cselekvésig, a tapasztalatig, amelyek az ember lényegét nemhogy nem változtatják meg, hanem pont ezt a lényeget hozzák ki. És a pózokat, a manírt, a szokásokat, a karmát, ezeket veszített csak el. Aztán újra formálhatod. Tehát, ha valaki ragaszkodik, akkor az a baj, amíg a botot tartom a kezemben, nem tudok inni, nem tudom megfogni a poharat. De ez ragaszkodás a formához, ragaszkodás a véleményekhez, a nézetekhez, a gondolatokhoz, az érzelmekhez. Hatalmas mennyiségű zengyakorlat után megtanulom a szabadságot. Megtanultam letenni a botot. És örvendek a szabadságomnak, de annyira örvendek, hogy bár megfoghatnám a poharat, de mégsem, mert jobban szeretem az üres tenyeremet. Mint bármiféle kötődést. Legyen az a pohár is, legyen az a víz is, amely annyira fontos, hogy azért 70%-os víztartalmunkat azért pótolni kell. Ha ragaszkodsz a szabadsághoz, az is probléma, ha ragaszkodsz a kötöttséghez, az is probléma. Tehát mit választasz, kit választasz? és a zen a lehetőséget adja meg, és nem taszít a magányba, vagy valamiféle elvont világba, egy olyan eszközrendszert hoz, amely az elején lehet, hogy egy picikét furcsa, szokatlan, de hogyha az ember megtanul dolgozni vele, akkor a tudatának a sávszélessége elkezd kitágulni. A lehetőségei megnőnek. A látóköre megnő, és egyszer csak azt mondja, hogy Uramisten, bárcsak ne kezdtem volna el. Bár csak ne látnám mindezt, amit látok magamban, a világban, esetleg másokban. Miért nem maradtam meg a boldog tudatlanság áldásos állapotában, amikor azt hittem, hogy van abszolút értékű jó és rossz, és az emberek csak olyanok, amilyennek látom őket? Bár csak ne kezdtem volna, és ne fordítottam volna befele az energiámat, és megkérdezem, hogy mi ez, micsoda pillanat volt. De már visszaút nincs, mert a tapasztalatodat nem veheti el senki. Te magad sem. Úgyhogy uh, jöjj és tapasztalj, mondhatod azoknak, akik csak állnak és beszélnek. Azt olvastam a templomi szabályzatban, hogy érdemes szankában gyakorolni, mert hogy ez olyan, mint amikor a lábasban ledörgölik egymással a koszt, de hogyha minimális a kommunikáció, tehát alig van interakció a az emberek között, akkor ez hogyan valósulhat meg? Így valósul meg igazán. Ugyanis nem tudod a véleményeddel vastagítani a másik krumplihéját. Tehát amikor le kell dörgölnöd magadról a saját véleményeidet, az a legnagyobb tisztulás. Miért? Nem vetítheted ki másra. Nem igazoltathatod vissza mással a nézeteidet nem kell nagy nyelvész tudás hozzá, de fölmérték, hogy az emberi kommunikáció 70 80 az önigazolásról szól, és nem információ cserére. Képzeld ezt el? Tehát csak azért, hogy én erősítés legyen, csak azért beszélünk, hogy biztosak legyünk abban, hogy mi azok vagyunk, akinek hisszük magunkat, és a másik az, akinek mi hisszük őt, és ez végig erről szól. Valódi eszmecsere alig van. Na most amikor a krumplik elkezdenek tisztulni, akkor nagyon sok minden lejátszódik. Az egyik az, hogy látod, hogy amit ez az illúzió teremtő ködgép elgondol, az nagyrészt hamis, olyan 90 ban hamis. A másik is ugyanezt látja. Tehát egy más megismerési csatorna nyílik meg, amit úgy hívunk, hogy közös cselekvés. Tehát nem az van, amit hiszek a másikról, amit rávetítek a másikra, hanem az van, amit a másik valójában tesz. És ez az igazi tisztulás. Tehát egy térben, egy időben, egy pillanatban vagyunk, és nincs meg a lehetőség arra, hogy a dualisztikus gondolkodással, vagy érzelemformálással beszenyezd a teret, beszenyezd a másik felfogását, tapasztalatát. És ez az igazi tisztulás, mert ahogy az idő halad, ahogy telik az elvonulás, úgy egyre jobban látod, hogy húha, ha ezt kimondtam volna. Vagy valami hasonlót hallhattam volna a másiktól. Na, kész. Úgyhogy az elvonulás végén szoktuk azt mondani, hogy vigyázz nagyon, hogy mi megy be a szádon, ez az informális étkezést, amikor mindenki az összes szenzorikus esélyét a desszerten éli ki. Lehet, lesz elég desszert, nem az. én ne a gyomrocskát. Másik pedig, hogy mi jön ki a szádon, mert akkor aztán, mintha az asszúváni gátnak a zsilip rendszerét megnyitották volna, és akkor zuhok kifele mindaz a verbalitás, amit nem tudtál addig kinyilvánítani. De kell az. Érdemes. Iszonyatosan gyorsan visszaállnak a habitusok, és a tisztulás az az, hogy lemondasz ezekről a véleményekről, lemondasz a kivetítésekről. És úgy látod a világot előbb-utóbb, hogy van beleértve a másik embert, beleértve magadat is. És itt van egy egyenlet. Amit tisztán látsz magadban, azt a másikban is tisztán látod. Amit eltagadsz magad elől, ahol hazudsz magadnak, ott a másik is tud hazudni neked. És ott a világ is eltagad előled dolgokat. Úgyhogy nézd meg, hogy hol vannak a látszólag külső problémák a kapcsolati problémák, és ott van a saját feloldatlan karmád. És amikor ezt meglátod, és ez ügyben teszel valami lényegeset, az a tisztulás. Úgyhogy megköszönjük Szunkszánzen Mesternek a nagy darma vajlingot, a tanítás éltető vizét, és hogy aprócska krumplicskák lehetünk a szongában. Nekem az elmúlt időben volt egy, egy nagyon kedvelt idézet, amit nagyon gyakran használtam. Meg gondoltam rá, ez egy exuper idézet, hogy lakik bennem valaki, akivel küzdök, hogy magamat gyarapítsam. Szeretném magamat gyarapítani, ezt nem tudom, hogy mennyire zen, de szeretném, és hogy azt lehetek küzdelem nélkül. Attól függ, mit szeretné gyarapítani. Hát nézd, egy biztos, egyikünk sem fog repülőgéppel kényszer leszállni a sivatagban, és egy hétig dolgozni azon, hogy újra felszállhasson. A kis herceg az így született. Tehát eh, ahhoz egy nagyon komoly dehidrált állapot kell, hogy magasrendű víziók támadják meg az embert. Ezt Saul is tudta, aki Damaszkus felé egy nagy kanyar tett. Tehát eh, ne várjunk speciális állapotokra. Tehát ne hozzunk létre egy újabb én réteget, hogy küzdök magammal azért, hogy valami gyarapodhassék. Mivel egy normál hétköznapi állapotban vagyunk, és megvan az a luxus, hogy együtt gyakorolhatunk egy jó szervezett, harmonikus, kiszámítható környezetben, ezért megláthatod a saját karmát kiszámíthatatlanságát. Megláthatod azt, ami benned a felfedezetlen, és nem erre kéne még gyarapítani, hanem még ezt is föloldani, és ezt is elengedni. És ezt is visszaforgatni a nagy energiagépben. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a forma üresség, az azt jelenti, hogy minden karmát lebonthatsz. És az üresség forma pedig az, hogy ebből a potenciálitásból bármilyen aktualitás keletkezhet. A tízezer darma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem forma, nem üresség. Akkor mi az? Bárki? És meg? Érti az egyet, nem érti a kettőt. Egyéb kérdés. Többször hallottam tőled, azt megpróbálom pontosan idézni. Ha meg akarod érteni ezt a világot, akkor tekints úgy, mint amit egyedül a tudat hoz létre. Megköszönjük az Avatam szakasz útra összeállítóinak, hogy ezt így megtették, és onnan származik az idézet, ezt gyorsan helyre kell tenni, mondjad. A kérdésem az, hogy ez kinek a tudata? Ki kérdez? Egyéb kérdés? Na, egyelőre nincs. a zen tudtommal valamennyire egy kicsit ilyen mágikus buddhizmusként is jelenik meg sokak számára, viszont ugyanakkor egy nagyon egyszerű és nagyon letisztult közegben látom én. Viszont az irodalomban például a zen, az, a zenben igen erősen megjelenik a mágia. Ez hogy van? Hát tudtával dicsérd a napot, ugye? Mit szeretnél? édesanyát keltésztát gyúrt. Milyen sütemény legyen belőle? Mágikus sütemény, egyszerű és tiszta sütemény, üresség sütemény, forma sütemény, butha érzőlén sütemény, érzőlény sütemény. Jojo egyszer ezt mondta, az budhák nem jutnak át a vízen, a fém buthák, nem jutnak át az olvasztó kemencén, a fabuthák nem jutnak át a tűzön. Ha a mágikus karma az fog meg, ha a hétköznapi karma az fog meg, ha semmilyen karma, akkor az üresség fog meg. Bármiféle identitást gyártasz a zen alapján, azon nyomban, mint az Aladdin barlangjában, ugye, ha hozzáérsz a kincses ládákhoz vagy a fákhoz, kővé válsz. Tehát legyen meg mindenkinek az, amit a tudatával szeretne teremteni, csak ne ragaszkodjon hozzá. Hogyan lehet ezt elérni? Ajánjuk föl másoknak, használjuk föl valami másra, mint a saját céljaink. És ekkor betölti a feladatát az a karma, és meg is szabadultunk tőle. Csak azért, hogy egy újabb kerüljön a kezünkbe. Tehát, akik mágiát szeretnének, legyen az. Akik irodalmat szeretnének, legyen az. Akik száraz szart szeretnének a boton, legyen az. Akinek elég a hálon, három, font len, legyen az. Én a öt fogalomról szeretnék kérdezni, hogy hogy néz ki ez a hétköznapokban? Például honnan tudjuk, hogy mikor nyitottak, vagy mikor zártak? Hogyha gyakorlod a meditációt, akkor spontán gondolkodás nélkül látod, hogy nyitottak vagy zártak. Ha meg nem, akkor leállsz gondolkodni rajtuk, az pedig azt jelenti, hogy zártak. Van egy alapszabály. A zennél az öt fogadalom nagyon világos, határozott iránymutatás, de semmi módon nem dogmatizálja vagy abszolutizálja az öt fogadalmat. Különben leblokkolsz. Pont akkor, amikor éppen cselekedni kellene, vagy pont akkor cselekszel gépiesen, amikor tartózkodni kellene a cselekvéstől. Tehát csak is a meditáció folyamatos gyakorlatával és a tiszta tudat megtartásával lehet az öt fogadalmat helyesen cselekedni. Szándékosan nem mondom, hogy értelmezni, mert mire értelmeznéd már késő. Tehát a spontán, tisztán megnyilvánuló bölcsesség, együttérzés és önzetlen cselekvés, az csak egy olyan tudati alapon lehetséges, amely nem dualisztikus, tehát nem gondolkodó. Tehát nincsenek beépített mechanizmusok. Vannak szokások, ezeket a szokásokat te használod, te gyakorlod, vagy te tartózkodsz ezektől. Úgyhogy az öt fogadalom fantasztikus, de önmagában semmit nem ér. Veled együtt ér valamit. És ezért gyakorlunk, hogy ez menjen. Hogyha az emberiség az elkövetkezendő egy, generáción keresztül megtartaná az öt fogadalmat, akkor ezen a bolygón a szenvedésen 90%-a eltűnne. Ugyanis ezt mi csináljuk. Az itt jelenlévő szenvedés 90%-át mi csináljuk. Maradék 10% az, hogy megszületünk, felnevünk, megbetegszünk, meghalunk. Ebben a négyben benne foglalt szenvedés. Ezzel nem tudsz különösebben mit kezdeni. Ezt ki kell bírni, rá kell látni, helyesen kell használni. Ez mind lehetséges. De az a 90 amit olvasol a különböző hírportálokon, nézel csatornákon, olvasol a nyomtatott sajtóban, azt mi csináljuk, és nagyjából ez az öt fogadalom az, ami súlyosan sérül, és ettől szenvedtetjük egymást és magunkat. Mocorog bennem valami, nem tudom, hogy Nagyon? a végére tudok-e jutni. Tehát, amit mondtál, azzal kapcsolatban mocorok bennem, és ott egy kicsit le is akadtam, hogy azt mi, most nem tudom pontosan így visszaidézni, hogy azt mondtad, hogy amit magunkba meglátunk, azt meglátjuk a másik emberbe, uh -huh. viszont amit nem látunk, azt a másikban se látjuk. És akkor erről beszélnél egy kicsit részletesebben, hogy ez. Miért beszéljek róla? hogy meg Ez így Annyira világos. Most ezen kívül túl sok beszélni való nincs, ezt fel kell fedezni magadban például, nem tudsz mondjuk a csokoládénak ellenállni. És ezért folyamatosan olyan problémád van az emberekkel, hogy ők telhetetlenek. Tehát itt van a probléma, itt nem tudja a bajni, sokat beszél, sokat eszik, sokat ír, sokat olvas, sok-sok-sok-sok-sok, és ezt nem tudod bennük elfogadni, holott magadban van egy ilyen rendezetlen karma. Például egy ilyen példa. Vagy állandóan azt látod, hogy az emberek nem elég precízek, és kiderül, hogy egy részletorientáltsági probléma van benned, és magadban még nem oldottad fel a nagy és a kicsi problémáját, és nem sikerült hierarchiába rendezni a cselekedeteket. És akkor minden szétesik egy ilyen részlet pokolba. És akkor amikor az ember éli az életét mondjuk, a hétköznapi életét, akkor ugyanis ezekkel a dolgokkal teljesen tud azonosulni. Tehát azt mondja, hogy oké, hát ez így normális, ahogy én gondolom. Tehát tud azonosulni, de kell? Tehát, ne, nem, ugye? nem. Tehát hogy, hogy hol van az a pont, amikor észreveszed azt, hogy na most akkor itt kell dolgoznom a, ezzel a fajta dologgal, a karmával. Tehát van egy ilyen állandó, dörzsölődő, rossz érzés, amire az ember oda tud figyelni, hogy na ez az, amivel így egy kicsit... Szerintem ennél egy határozottabb, elég pont van. A dörzsölődés azért nem mindig fájdalmas, mert hőfejlődik, és ezt általában szeretjük. Igen. Tehát szeretjük a dűnek, a vágynak, az egyébnek a hőfejlődését, mert úgy érezzük, hogy ettől vagyunk életben. A másik is ettől él. De egy idő után elér egy olyan fájdalom küszöböt, a vágy és a dű ugye, implozív és explozív heve, hogy azt mondjuk, hogy hm, kicsit sok. Tehát a szenvedély az jó, de a szenvedélybetegség az nem kéne egy kis felpaprikázottság, egy kis intenzitás jó, de ez a pusztító gyűlölet és a dű az nem kéne. Hát van egy olyasféle középút, amelyen, hogyha az ember rajta marad, akkor az érzelmének az összes megnyilvánulása rendben van, de tudnom kell, hogy hol az elég. Tehát ahogy idősödünk, egyre kevesebb látszólag a külsődleges kontroll, Egyre jobban elfogadnak minket sajnos, amilyenek vagyunk. És egyre kevesebbet mondják azt, hogy te, ennél te lehetsz jobb is. Lehetnél egy kicsikét hm, minőségibb. És amíg az ember gyerek, addig állandóan nevelik, meg tanítják. És amikor én rusnya nagy felnőtt lesz az összes problémájával együtt, akkor elvárják, hogy tényleg akkor már legyen önálló, meg tudja, meg azt is tudja, hogy mi az elég. És nagyon kevés igazi kapcsolat van, ahol az intimitással egy nagyon komoly, korrekt visszajelzés is párosul. Általában fordítva szoktuk ezt tapasztalni, az intimitással fogadnak el minket a legjobban, és ezt szeretjük a legjobban, olyannak fogadnak el, engem, ahogy én, és én a másikat is. És ez nagyon sokat tudunk keresni, hogy ez a kölcsönösség meglegyen. És amennyire erre szükség van az elején... Olyannyira tragédia, hogyha bele tudsz szülni a karmádba 25 évre, mint egy karosszékbe. És hidd el, hogy nagy részt a komfortzónánk az erről szól. Hogy bele tudjunk ülni, és nehogy ki, zavarjon minket valaki onnan. Semmi módon. És ezt mi a másikkal is megteszünk, és ülünk egymással szemben a karosszékben, és nézzük a közös tévéadást. Ezért fontos az, hogy meglásd magadban a megoldatlanságot, és próbáld meg megoldani, esetleg a másik segítségével és te ugyanúgy segíts a másiknak megoldani az ő megoldatlanságát. És akkor a kapcsolat működik. És itt van egy-két olyan szélsőség, amitől tartózkodni kell. Az egyik az okos párok szételemzett borzalma. Tehát nagyon sokszor van olyan párkapcsolat, hogy okos lány, okos fiú tanulnak valamit, gyakorolnak valamit, spiritualitásod zeng a háttérben, és eltelik egy év, három év, néha hat, hét, és egyszer csak gajra megy az egész. Pedig addig olyan sokat beszélgettek, kirándultak, gyakoroltak, együtt voltak éjjel, nappal, stb. De túl lett elemezve a dolog. Apróra. Tehát olyan elképesztő verbalitással próbálták megoldani, és ilyen számos példa van nyugaton, hogy a legjobb szándékuk mellett sem tudták megtartani egymást, mert a változást azt mindig a verbalitás mentén tudták csak elképzelni. És nem tudtak közösen hallgatni, nem tudtak közösen cselekedni, hanem beszélni, 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 mindig mindent állandóan elemezni, helyre rakni, rendszerezni, stb. Most ez a rendszerkényszer az, ami felszabdalja az élet egészét, ilyen kis fogalmi morzsákra, és egyszer csak jön a konfliktus szele, és így lefújja az asztalról az egészet. Mert nincs jelenlét, Nincs tiszta térszerű, tükörszerű tudat, nem tudok csak tükrözni nem fogalmi úton, hanem tisztán érzelmileg, tisztán jelenlétből. Nincs meg az érzelmi intelligencia az értelmi intelligencia mellé. És amikor ez van, akkor borítékolhat, hogy egyszer elér egy olyan entrópiát a két tudat, hogy nem tudják egymást megtartani. Tehát a megoldatlanságba beszáll az okosság, beszáll az elképesztő fogalomalkotás, és a többi. Úgyhogy tudni kell visszatérni a közös, de termékeny csendhez, ahhoz a jelenléthez, amelyből ugye a bizalomnak a virága ugye ki tud sarjadni. Mert amit nem lehet megbeszélni, arról bizony csendet kell tartani, és addig kell belül érlelni, amíg az kinyilváníthatóvá nem válik. Jó. Az lenne a kérdésem, hogy a, a, tapasztalás is a karmánk része? Az. Baj? Akkor ezt is tovább visszük akár egy következő életbe? Szeretnéd? É, igen. Miért Akkor ne? viszed. Jó. <laughs> Tehát a tudatnak megvan az úgynevezett dualitás teremtő markológépe, amivel egy emléket szépen beemel az énségnek a konténerébe. Szeretnéd? Hát valamilyennek lenni kell, ugye? Hogy Rejtő Jenő is írt a csontbrigád, hogy valaminek kell lenni, még a pokoltetőn is valaminek kell lenni. Tehát nem kell az énségtől megijedni, semmi baj nincs vele. Csak ha azt látjuk, hogy nem mi vagyunk felelősek a saját énségünkért, személyiségünkért, akkor ott valami baj van. Azt hiszük, hogy nekünk egy tőlünk független sorsunk van, és minket ilyennek teremtettek, és akkor ki vagyunk szolgáltatva a végzet, ugye hatalmának, na ez az, amit le kéne vetni. És látni kéne, hogy eredetileg a személyiségünk teljességgel alakítható, bármilyen tulajdonság kivehető, betehető, kondicionáltság kérdése az egész. Tehát ez a Mahaján a modell szerint, ez hangsúlyozom egy modell. Úgy megy, van az öt fizikai érzékszer, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. A gondolkodást és az érzelemformálást a keletiek szintén érzékszervnek fogták föl, hiszen érzékeled az érzelmeidet és a gondolataidat is. Nagyon praktikus dolog, hogy ez így történt. Hát a hatodik az a fogalomalkotó tudat. Ide tenném az érzelemformálást is, amelyre szintén fogalmakat szoktam akasztani, ugye mindenki, van a hetedik, amely ezt megcímzi, ez a dualitás teremtő. Itt keletkezik a jó és a rossz, a kellemes és a kellemetlen, az én és a más. Az, hogy a hetes hogy működik, azt alapból három ösztöncsoport dönti el. A túlélő, a birtokló és a szaporodó. Nagyjából ebben a sorrendben jelennek meg. Tehát amikor megszületünk, a környezetünk is, és mi is mindent megteszünk a túlélésért. Ezért csattanom az első pofon, hogy lélegezzél. Utána a birtoklás, gyereknek nézd meg, két hónaposan olyan szorító reflexzel van, hogy az fantasztikus, ezek a pici kis ujjak. Oda a kis ujjat, tehát az neki olyan, mint egy gerendát fognál meg, és így rád, és elképesztő ereje van. Tehát ahhoz képest, hogy három és fél, négy kiló az egész csöpség, olyan erővel fog, hogy így te, Ez a birtokló a reflexnek az első kőkemény működés, és enélkül sem tudnánk túlélni. Aztán, amikor eltelik az a meghatározott idő, 14-15 év, akkor a kőkemény szaporodó reflexek is hozzájönnek. Tehát ez az, ami a hetes, ugye, a megkülönböztető tudatosságnak a működését, ugye, meghatározza. Mi az, ami ezt a homeosztázist, ezt az énséget föntartja, a birtoklását segíti, és utána a megsokszorozódását segíti. És utána van a nyolcas, a tárház tudat, amelyben az összes olyan emlékedet tárolod, amit pozitív vagy negatív módon megkötöttél. Ha egy számítógéphez szeretném hasonlítani, akkor az első öt, azok a portok, billentyűzet, monitor, egérke és a többi. A hatodik az a CPU, magyarul Central Processing Unit, és a processzorban a függvények zajlanak, és a kódok, és hexadecimális, és bináris, és mindenféle gyönyörűségek ott száguldoznak. A hetes az a kontroller, hogy merre menjen, erre menjen, arra menjen. Jó legyen, rossz legyen. És a nyolcas az a merevlemez, vagy mostanában SSD, ugye? Tehát az a tár, de amikor megalkottuk a kompjutert, akkor nem is hittük, hogy mennyire saját magunkat másoltuk le, aztán amikor elkezdünk félni a mesterséges intelligenciától, akkor valójában magunktól félünk, és a saját magunk kiszámíthatatlanságától és borzalmaitól félünk, amit beleplántálunk -e egy olyan e, létségbe, amely talán erősebb lesz, mint mi, de nem fog tőlünk lényegesen különbözni. Ez a baj. Jó? Tehát mi az, amit a hetessel, az én csinálóval megkötsz? Hiszen a legelső mozdulat a hetesben az, hogy mi az az én, és mi a világ. A világban az első osztás az úgy keletkezik, hogy anyuka és minden más. Tehát a legelső, amikor az ember még semmi mással nincs tisztában, csak a saját életműködésével. Bekakiltam, sírok. Bepisiltem, sírok éhes vagyok, sírok, ha ez nincs, akkor alszom. Köztes állapot gőgítsélek egy ideig. Tehát ezek nagyon egyszerű bitek, amiket az ember választ magában. És amikor a világot elkezdem megkülönböztetni, akkor legelső az, hogy anyuci, őtől eljön minden, és utána, ha van, remélhetőleg, akkor apuci. Nagyon sokszor úgy korán úgy. Az a jó, ha mindkettő ott van a gyerek mellett kell az a yin és kell az a yang minden gyereknek. Úgyhogy mit kötsz meg? Miből csinálsz ént? Mi az, amit éntelenítesz, mi az, amit elengedsz? teljesen rajtad múlik, és így alakítod a személyiségedet, a szokásaidat, tehát a karmádat. Ebből az előbbi példázatból akkor jól értem, hogy a, a karmának egy kipörgetési módja tulajdonképpen egy ilyen kulcsszó lehetne az ennek az alkalmazkodás, tehát hogy én minél rugalmasabbá válok, és nem ragaszkodom semmihez, nem kötöm magamhoz, tehát azt az emléket, azt az érzemet elengedem, jól érted. Nem személyesítem. tehát ez a lényeg. 50%-ban. Mert utána ott van a lojalitás, az iránytartás, a légy hű magadhoz imperatívusza. Tehát a ragaszkodás nélküli, nagyon világos lojalitás, a helyes spirituális irány megtartása, tehát nem pusztán elengedésből és kipörgetésből állna, mert akkor előbb-utóbb egy ilyen teljesen alaktalan nyák lenne belőle, egy ilyen egzisztenciális amőba, amelynek a legnagyobb tőkéje az, hogy nincsen semmi, mert bárhol bármihez alkalmazkodik. Ezzel nagyon vigyázni kell, hogy mit engedsz magadban megváltozni, és mi az, amit nem. Mi az, amire kondicionálhatnak, és mi az, amire nem. Tehát itt ebben a teremben vannak katonák. Vannak, akik csak egy évig voltak katonák, vannak, akik másfél évig, és vannak, akik hivatásos. Én egy évig voltam katona, de egy viszonylag kemény helyen, lentiben. Na most onnantól kezdve, hogy a katonák megtudják, hogy te a három első reagálású dandár egyikében voltál, megkérdezik, hogy milyen fegyvernem, és hogy hogy élted át az egészet, és az én egyik legnagyobb tapasztalatom a katonasságot, hogy, hogy, minden módon alkalmazkodni kellett, hogy a szenvedésnek és a nyomornak az egyetlen egy igazi feloldása az, hogy teljesíted a parancsot. Mert ha nem, akkor fogd a fogság, fenyítés, kimerő megvonás, elvonás, és a többi. Minek? Sem értelme. Viszont a parancs teljesítése közben téged képeznek. Alapkiképzéstől kezdve egészen a Rezi hegyi kiképzésig, amely hát a tizedik hónapban jelentkezett, és addigra már odáig eljutottunk, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudtunk betárazni, csőre tölteni, lőni, stb. Egyénileg, rajban, szakaszban, harcjárművel, gyalog, mindenféleképpen. És rájössz egy pillanat alatt, ez egy nagyon rövid átfordulás, hogy megtanítottak ölni. Még nem? Ó, nem. Még csak 8-as számú célra kellett, de annyira gondolkodás nélkül ment, és annyira olajozottan, hogyha kiadnák a parancsot, megtennéd, és ez egy éjszakai őrszolgálatban, amikor egy pillanat alacsonyra töltesz az első felszólítás után, azon nyomban így beléthasít, hogy ha a másodikra nem áll meg, lőnék. Mert ez van a szabályzatban. Tehát addig tudtak téged kondicionálni, hogy képes lennél rá, ezt meg akarom tartani? Ilyen akarok lenni? És amikor erről van szó, akkor ezt kipörgeti az ember, akkor rögtön rájön, hogy valami egyebet szeretnék megtartani magamban. Vannak értékeim. Van, amitől embernek érzem magam. Van, amitől érdemes, méltó életet tudok élni. És akkor van ennek egyensúly, hogy mi az, amit kiengedsz magadból, és mi az, amit nem. Mi az, aminek megtartod magad, és mi az, ahogy nem? Mi az, amivé engeded változtatni magad, kondicionálni magad, és mi az, ami nem? És itt egy nagyon világos érték hierarhia van. És ezzel szembe kell nézni, hogy ezt mi alakítjuk, ezt mi hozzuk létre egymásnak és másoknak. De ennek előfeltétele az, hogy engedjük a szokásokat kipörögni, engedjük a külső-belső kondicionáltságot, szokásokat, egyebeket leomlani. És akkor vagyunk szabadok, és építünk szabadon. Akkor, ez az éntelenedés, ami mondjuk egy ilyen első fázis lehetne, és egy kétélű fegyver, akkor onnantól, ha jól értem, ezt az univerzálisabb értékeket, amiket meg szeretnénk tartani, ahhoz meg mindenképpen kell ott onnantól egy tanító. Tehát ahhoz ez egyedül egy, nem lehet. Ahhoz ugye? egy olyan közekkel, kell, ahol megvan a tanítás, tanító, tanítványi közösség hármasság, és ezen belül a Botisatva út értékrendje, akárhogy hívod mint egy fix alap, nem? Vagy egy ilyen Igen. szél. Igen, ezt hívjuk menedéknek, ezt a fix alapot. Szóba került itt a konfliktus kezelés, az, az a gondolkodás nélküli ölés az imént. Erre szeretném... Mit szeretnél? Szeretném, ha megtanítaná rá. Nem. <gül> <gül> Pontosan ezt szeretném kérdezni, hogy ugye vannak szituációk, talán vannak szituációk, ahol mondjuk még mindig az erőszakkal tesszük a legkisebb kárt. Szóval mikor, mikor Kénytelenek vagyunk nemet mondani, vagy mikor kénytelenek vagyunk oda csapni. Mint a szamurájuk is talán így éltek valahol a busidóban ez volt. Erről mit tudnám mondani, tehát ez, ez tényleg így van. Mert elvileg ugye az ember, meg a butizm, meg mindenhol az van, hogy, hogy van egy kis ilyen inaktivitás szaga az egésznek, hogy nem veszünk részt a konfliktusokban, inkább inkább elkerüljük, de hogyha tényleg ott van, akkor hibát követtünk el egyszerűen, vagy, hogy, 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 cselekszik? Tudod, hogy az abstrakciókra nagyon terméketlen válaszokat lehet csak adni. Tehát az az igazi kérdés, hogy az erő vagy erőszak alkalmazása az mikor helyes és mikor helytelen. Igen. Tehát ha ott lettél volna Párizsban, mondjuk a Bataclanban a kedvenc rock koncerteden, és egy szolgálati fegyvered van, ahogy elkezdenek lődőzni a terroristák, nagyon valószínű, hogy használtad volna, először arra, hogy harcképtelenné tedd őket, viszont ha elközben életet veszel el, azzal egy csomó egyéb életet megmentesz. És itt nagyon világosak az imperatívusok. Az erőszakmentesség abszolutizálása az az erőszak átruházása valakire. Tehát minden áron nem cselekedni, semmi módon sem beavatkozni, az az egyik legnagyobb invázió. Vigyázni kell arra, hogy mikor maradsz cselekvés nélkül, és mikor szennyezed be magadat, mint bóthiszatva azzal, hogy megszeged a fogadalmaidat azért, hogy más életeket megments. És hogy ezt hogyan látod elég tisztán ahhoz, hogy ne legyen alibi semmire. Ez a másik probléma. Akkor megmagyarázom és ideologizálom a karmát ezzel. Lopás ugyanez. Nem, lopunk. Nem vesszük el azt, ami nincs önként odaadva. Se tárgyat, se közpénzt, se időt, semmit. Viszont, hogyha oda jutsz, hogy csak azáltal tudsz életben maradni a sivatagban, hogy egy ismeretlen eredetű kulacsot másoknak szétoztasz, akkor elvettél valamit, nem tudod, hogy kiét, de inni kellett, mert életben kellett maradni. Tehát nagyon kell erre vigyázni, hogy mikor tartod meg a fogadalmakat, és mikor szeged meg azokat. Ezért nem abszolútizál az el, hanem mindig nézd meg. Helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. És tégy le arról, hogy te jó ember maradj. Tégy le arról, hogy az ideájaidat beteljesíted. Tégy le arról, hogy egy önképet dédelgethess magadban. Old meg. Ha azzal, hogy ülsz, mint a régi tibeti szerzetesek, és engedi, hogy a kínai katona rágyújtsa a templomot, akkor úgy. Ha pedig úgy, mint Szoszántészál, a japánok ellen hadrendbe álltak, és szerzetesi hadosztályok vonultak föl a japán hódítók ellen, és a japánok letarolták az egészet, templomostól, mindenestől, úgy, ahogy van. Akkor meg ez van. A tudatodat tarts tisztán ahhoz, hogy tisztán dönthess. És rengeteg példa van minden irányban. Te, mit tartasz értéknek? Te kit tartasz értéknek? És ezt fog dönteni. Én még ennél maradva szeretném kérdezni, hogy, tehát, hogy ö, ugye minden helyzetben külön kell döntenünk, és tegyük fel, hogy most még nem tiszta a tudatom, akkor hogy döntöm el, hogy mikor van helyi? Nem mikor... döntesz. Tartózkodsz a döntéstől felvállalod azt az elképesztő kockázatot, hogy nem szállsz be a játékba, és nem döntesz, mert érzed, hogy a tudatod nem tiszta. Ez egy nagyon őszinte dolog. Nem gyávaság. Nem menekülés. Nem elkerülés. Úgy állsz bele a helyzetbe, hogy nem döntesz, mert a tudatod nem tiszta. Lehet, hogy egy következő pillanatban letisztul. Lehet, hogy annyit változik a helyzet, hogy már jobban látod. Ez főleg emberi kapcsolatokban nagyon fontos. Hogyha csak bántani tudnám azzal, hogy megnyilvánulok, akkor nem nyilvánulok meg lenyelem. De ez is már egy tiszta tudatú ember gondolkodása, nem? Ó, hát részben. Tehát, hogy mi ha nem tudja magáról, hogy nem tiszta a tudata valaki? Akkor elindul az oda-vissza adok-kapok, és akkor egy kőkemény szamszárikus ciklus nyílik. Akkor majd Lát. a következményekből egy ponton eljön az elég, és így akkor majd van. Így van, így van. És ha tiszta a tudata, akkor pedig intuícióból dönt? Vagy tudja, hogy mit tegyen? Nézd, alap intuitív megnyilvánulásból, de ha csak a szokásait használja a helyesen, az már bőven elég. Értem? Jó. Köszönöm. Mit jelent pontosabban, hogy intuitív megnyilvánulás? Amikor ide visszatérsz, a tudat letisztul, mint a tér, mint a tükör, és ami ebből visszaverődik, az a primér, az elsődleges tudattartalom és tudatteremtés egyszerre. Ez az intuitív réteg. Itt nem különül el az, hogy megláttad, vagy megteremtetted, mert ugyanaz. Mindig megkérdezik, hogy hát látok belül valamit. Igen, azt én csináltam, vagy valaki más? Teljesen mindegy. Ott van a tudatban. Kezdjél vele valamit, ismerd meg a létmódját, hogy hogyan keletkezett, hogy marad meg, és hogyan szűnik meg. Ez a három annyira fontos, hogy a hinduk három darab elképesztő nagyságú istenséget rendeltek ennek. Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó, és Siva a lebontó. A nagy szelektív gazdálkodó Siva. Úgyhogy azért kell erre nagyon figyelni, mert a primér valóságban a látás és a teremtés ugyanott van. Ezért kell a tudat tisztaságát nagyon-nagyon-nagyon komolyan megalapozni, hogy lásd, hogy hogyan teremtesz, vagy teremtődik, mondom, ez nem különül el, hogyan marad meg, és mitől, mi az, ami tartja. És ha le akarod bontani, akkor milyen csapszegeket kell kihúzni belőle, milyen filmtekercset kell engedni, kipörögni. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a karmák csak úgy történik. Nem. Az, mint a termodinamika törvényei vannak bizonyos homeosztázisban marad fönt, és ha megváltoztatod a körülményeket, megváltozik a karmád is, el is tűnhet az az adott jelenség, csak azért, hogy egy másik jelenségben bukkanjon fel ismét. Néha úgy bele tudunk veszni a saját filmünkbe, hogy azt hisszük, hogy mi csak egy székhez kötözött nézősereg vagyunk, holott egy, meg kéne látni magunkat a filmben, ott vagyunk benne, de meg kéne látni, hogy azt valójában mi rendezzük. Tehát nem csak úgy ülsz a székben, hanem te rendezed a filmet. És hogy az a film miért van azon a vásznon, ahhoz hátra kell fordulni, tehát a látszott valóság helyett valami lényegi tapasztalás felé fordulni, és meglátni, hogy uram, atyám, hát ez egy mozigépből jön elő. És akkor az egzugos úton fölmegyek a második emeletre, és meglátom, hogy gépház gépház. Kinyitod, és meglátod, hogy nincs benne senki. Terád várt az egész. És hogyha engeded a film, nem nyúlunk hozzá a film, ezen mindenki vágná, tépné, szakítaná, kihúzna az áramot. Nem. 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 Nyugi. Ott van már egy pár száz élete, nyugi. És ott megfigyeled, hogy az a vetítőgép hogy működik. És engeded a tekercset szépen. Kipörögni. Leveszed, és amikor levetted a filmet, akkor látod meg, hogy eredetileg csak az a fény van, amely a vetítőgéből akadálytalanul a vászonra vetül. A hatodik pátriárkai ezért mondta, hogy eredetileg semmi sincs. Most onnantól kezdve megvan a szabadságot, hogy te vágd össze a filmet, és te tedd föl a vetítőgépre. Az előbb említett három hindu istenségről kérdeznék, hogy pont ma figyeltem meg, hogy az egyik énekünkben szerepelt. Szerepeltek -e ők és ők milyen formában, vagy mit éneklünk róluk? A formájukról nagyon sok ábrázolás született, és elég, hogyha formátlanul jelen vannak, az bőven elég, az, az nagyon jó nekünk. Azért tesszük ezt, hogy erre a három nagyon fontos tudati aspektusra emlékeztessük magunkat, hogy mi teremtjük, mi tartjuk meg, és... Mi forgatjuk vissza a karmánkat. Fölmerült itt az előbb a terrorizmus kapcsán a fegyverhasználat, meg hogy lelövöm, nem lövöm a terroristát. Ez egy kicsit más terület volna, hogy a vadászat téma körébe ez az ő vagy ne őj dolog, ez erre valami iránymutatást vagy. Hát ez itt első kézből származó tapasztalat azoknak, akik a kezdeti években jelen voltak, és akkor még itt többet vadáztak. És a vadásztársaságra gondolván sajnos az állatvilágban már olyan mértékben beleszóltunk, hogy nem lehet humán beavatkozás nélkül a populációk egyensúlyát föntartani. Tehát vannak kényszerkilövések, és vannak bérvadászatok. Most a bérvadászatok, meg az ilyen sportvadászatok azok, amelyek természetesen vitathatók, főleg az állatvilág szempontjából. Ami Afrikában megy, az borzalom. Viszont az úgynevezett civilizált világ az annyira hazavágta a természetes egyensúlyt, hogy a vadászat bizonyos formája nélkül, itt az egyensúly megtartó vadászat nélkül, a maradék egyensúly is fölborulna. Sajnos ez a mesztelen igazság. Tehát ha csak arra szorítkoznánk, hogy a túlszaporodást ugye elveszik, akkor az még elfogadható lenne, de át ennél sokkal, de sokkal rosszabb a helyzet. Százalékos arányt viccave nem tudok, de a ne őj parancsa az nagyon-nagyon világos, és most nem is a mahajánára gondolok elsősorban, és nem is a monoteista vallások bármelyikére, hanem még arra a régi animista, nekünk még ilyen sámán vallásnak tűnő imádatra, ahol bizonyos tudatok azért láttak testből kilépő lelkeket, lényeket. És ha megnézed, az összes totemállathoz fűződő rítus az azért van, hogy a lelket, az eltávozott állatnak a lelkét megbékítsék. Mert nem jó az, hogyha az visszajárogat és elkezd kötődni különböző gyengébb tudatokhoz, rontás, egyebek, stb. Tehát az, hogy az ölés, most az állatöléséről van szó, milyen elképesztően rossz karma, azt már a régiek is nagyon jól tudták, és az összes ilyen szertartás ezért volt. Ezt a modern ember lebabonázza. Na most nem kéne. Tehát meg kéne ismerni azt a realitást, ami szerint a régiek dolgoztak. Ami szerint, hogyha egy medvét elejtettél három napig, hozzá se lehetett nyúlni, és csak énekelni lehetett a bocsánatát kérni, stb. stb., és ahol bevitték a sátorba azon a kapun, nem, nem mehetett ki ember, hanem a sátorban egy külön lyukat kellett vágni, egy hasadékot, amin kilépjenek, mert azt a bejáratot, ahol a medve közlekedett, azt nem használhatja ember például. Tehát ezek olyan ritusok voltak, amelyek a részletességükben mind nagyon partikulárisak, hogyha Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ázsia közelkelt, ezeket megnézed. De az, hogy az állati léleknek az emberi, Létszférával való kapcsolat az világos volt számukra, és a vadászatból eredő negatív karmát ők enyhíteni akarták, ez világos. Úgyhogy nem kéne annyi állatot ölni, és persze a vadászatról kérdeztél, de azért az állattenyésztés az nagyságrendekkel többet öl, tervezetten öl, ugye? És az a karma, ami ezáltal bosszúból, félelemből, agresszióból kódolódik a húsban, azért az nagyon komoly. Tehát nem kevés ilyen hormontartalma van a húsnak, és amikor azt rendszeresen fogyasztják, akkor ezek a hormonok szépen bekerülnek, és mi dekódoljuk őket, és érzelmek lesznek belőle, meg indítékok, stb. 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 Úgyhogy ezért nem kellene ölni, és hogyha valaki nem tudja véletlenül a húsevést megállni, mert olyan a szervezete, hogy a falnak megy az éjségtől, hogyha nem eszik húst, akkor a vörös hústól minél távolabbi, minél alacsonyabb tudatszinten kellene ezt elsajátítani. Minél közelebb van az emlőshöz és az emlősön belül az emberhez disznó, annál kannibalisztikusabb és annál kártékonyabb a dolog. Tehát meg kell látnunk, hogy ebbe a világba születtünk, erre a földre, és tökéletes megoldás nincs. Tehát nincs tökéletes tudat, nincs tökéletes test, de optimális az van, és ezt az optimumot előbb-utóbb kötelességünknek érezzük, hogy elérjük. Ezt nagyon sok helyen olvashatjuk, hogy a húsevés miért nem jön, miért te is mondtad, de hogy például akkor növényt pusztítani, leszedni, megenni, az miért más ennyire? Ez nagyon, nagyon más. Egyrészt a növénynek olyan lelkisége, vagy olyasféle individuális tudata, mint az állatnak nincs. Egy. Kettő, az, hogy leszeded a cseresznyét, nem írtod ki a cseresznyefát. Tehát itt Dokheszonyim rendesen nyírja a füvet, és nem gyilkolja a füvet. Tehát ránézel, és nem egy ilyen ö, fűgyilkos alkatot látsz. Tehát nem az, jó az egészet rávaló, pusztítjuk el, csak egy Egyébként részt. a fűnyírás az együttérzés növeli. Ő a legjobb példa rá. Tehát sokat ülsz a fűnyíron, akkor én együttérzően szállsz le. És a növény az nagyon-nagyon gyorsan újra tudja termelni magát. És amíg azt a fajt nem írtottad ki, amíg azt a populációt nem írtottad ki, amíg nem sivatagosítottad el és nem vágta rá, addig, addig ez visszaforgatható, megújítható. És addig az rendben de, van. az érzelem oldala érdekelt, hogy mondjuk annak nem lehet-e érzelme, de akkor így értem, hogy nem az egész lényt pusztítom el, mint egy állat esetében. Úgy kell elképzelni, hogy a, mondjuk az összes répának van egy répa, frekvenciája, de répa tudatossága nincs, különben ott táncolnának, és így elmennének a különböző répa szedőkkel, és így <laughs> megpróbálnának nem leszedődni, de ezzel mondom, nincsen probléma, és ö, ö, komolyabb asztrálsíkon sincs, hiszen érzelmileg semmiféle nagyobb változás nem történik azzal, hogy rengeteg növényt teszel, de a rengeteg húst teszel, abban az asztrális karma az ott van. Jó. Köszönöm. Mostanában az foglalkoztat, hogy életemben többször találkoztam úgy, akár nő, akár férfi, hogy összenéztünk, és mint nagyon-nagyon régóta ismernénk egymást, ha nem, nem, ez az emlék. És nem adó ellenőr volt <laughs> Hát az mindegy a foglalkozása, nem el színe, mindegy. És ez foglalkoztat, hogy honnan jön ez a, vagy mi ez. A déjà vu-re gondolsz? Hát, nem tudom, hogy az-e. <laughs> Hát amikor egy emlék úgy tárolódott el, hogy nagyon-nagyon tisztán elérhető, emlékszel beszéltem a nyolcas tárház tudatról, ugye? És egyszer csak a hetes kikapcsolja a szeretem, nem szeretemet, az ént és a mást. Tehát nem kezdesz el rögtön kategorizálni. Tehát nincs meg a hetes. A hatos, mint fogalomalkotó is pihen, mert nem nevezed meg rögtön, hanem az első ötből, a fizikai érzékszervekből származó információ rögtön bejut az emlékező tudatosságba, és ahogy onnan visszapattan, akkor a hetessel észreveszed, hogy ezt már tudom, ezt az embert már ismerem. Ez csak akkor van, hogyha a hatos és a hetes pihen, és nem rögtön kezdesz el gondolkodni róla, rögtön ítéletet alkotni róla, és a többi. Van egy másik esetőség, hogy amikor kétszer látod ugyanazt a fekete macskát átmenni magad előtt, akkor hiba van a Mátrixban. <laughs> <laughs> okay. Egyéb kérdés. Köszönöm. Én azt szeretném megkérdezni, pont a gondolatokkal kapcsolatban, hogy nem minden gondolatunknak hihetünk, mert Tényleg. projektálunk, meg mind... hát Hűha. mindent csinálunk a gondolatunkkal. Tulajdonképpen hogy tudjuk mi azt eldönteni, hogy melyik gondolat? Tehát... A puding próbálja azt, hogy megeszik. A gondolatokkal ez hogy van? de pont a Kohan-teremben, tehát amikor a kérdés volt, akkor is ez a gondolat, ami bejött a képbe. A sok fránya, Igen. ugye? <laughs> elég sok. És pont ebből kifolyólag, hogy én azt hittem, hogy ez a tudatom dobta föl, és hogy mégsem a tudatom, hanem a gondolatom. Hogy a vég, tudatod végülis, és a különbség... gondolatod az azonos vagy különböző? <laughs> Tessék ehhez a ponthoz visszatérni. Ennél jobb válasz a kérdésedre nincs. Tehát azonosítsuk a terméket a gyárral, vagy se? Hogy szeretnéd? Hát akkor hogyan lehet az igazgatóságnak felelősséget vállalni a kikerülő minőségért? Ha nem azonosítjuk. Hogy Made in Petra. De ha meg azonosítjuk, akkor meg olyan készletfelhalmozódás van, hogy előbb-utóbb termelni se lehet, mert felhalmozódik a sorokban, a gépek fölött, alatt, stb. stb. Ha azt mondod, azonos hiba, azt mondod, különböző az is hiba. Tér vissza a tiszta tudathoz, és akkor a gondolataid a helyére kerülnek, és megfelelő módon tudod őket használni, interjú szobában és azon kívül is. Akkor azt látod, hogy nincs felesleges és nincs hiányzó. Ha ezt nézed, akkor meg lesz minden a helyén. Jó? Mint a tudatszintekkel és ezekkel a tudatrétegekkel kapcsolatban szeretnénk még kérdezni, hogy az álom, az hogy jön be a képbe? Azt tud, hogy akkor álmodsz, amikor azt meditációban nem pörgetted ki. Nem igaz az, hogy nincs álomtalan alvás, csak vagy nagyon gyorsan fölérsz, vagy pedig nagyon lassan és fokozatosan, és akkor álmodsz. Tehát ez azért érdekes, mert hogyha a tárház tudatban van valami, aminek meg kell jelenni az álmodban, mert nap, nappal nem láttad meg, letakartad érzékszervileg, akkor szól, akkor az öt érzékszerv pihen. A hatos is, a fogalomalkotó is, viszont nem pihen a hetes és a nyolcas. Na most vannak különböző álmok, a töltött káposztás álomtól kezdve a profétikusig szépen fölfelé. Amikor egy nagyon jelzésértékű álmot kapsz, akkor az csak a tárház tudat és az univerzum kapcsolatából származik. Na most a tárház tudatod gyakorlatilag ez az egész. Tehát ha azt hiszed, hogy csak itt az agyban van, az egy elég nagy korlát. Anatómiai probléma. Nem tudunk annyi infót eltárolni, ugyanis. Tehát a tárháztudatod az ez az egész, amiről azt hiszed, hogy valami más, mint te. Ezt mi tároljuk, így ahogy van. És amikor álmodsz egy nagyot és röpülsz egy gyönyörűségeset, akkor ebben a tárház tudatban kalandozol. És pont azokat a helyeket látod meg, ahol még valamiféle dolgod vagy tanulni valód van. És akkor azt reggelre visszahozod. Akkor jó, hogyha a hetestek nem kell bekapcsolni. Tehát a megkülönböztető tudatosság akkor szokott bekapcsolni, hogyha ilyen Elképesztően szélsőséges álmaid vannak. Tehát az egyik az, amikor elpusztítanak, vagy meghalsz, és akkor hirtelen fölébredsz, mert a túlélő reflexek bekapcsolnak. Vagy pedig, és ez nagyon ritka, amikor olyan elképesztően jó, és menyei, és fantörpikus, hogy elkezded minősíteni, akkor is bekapcsol az én, és akkor is fölébredsz. Vagy kizuhansz abból, amiben voltál. A felébredéssel semmi baj egyszer minden álomnak vége lesz, <laughs> és kezdetik a következő. Jó? Tehát a folyamatos felébredés, mint életprogram, az nagyon nem szimpatikus, mert az emberek az álomvilágban szeretnének élni, mint Rock Power ugye? És felolvasni a verseket a görög díjbírkózónak. Tehát vigyázzunk az álomvilággal, mert néha nagyon erősen felszeretnénk ébredni, és a felébredés kényszeréből még egy rosszabb álomvilág következik. Tehát lássunk tisztán, tapasztaljunk tisztán, cselekedjünk, beszéljünk, gondolkodjunk, érezzünk tisztán, és ehhez pont az a gyakorlat kell, amely így szól: ülve, állva, járva, fekve, ébren, álomban, csendben és beszédben, folyamatosan, megszakítás nélkül mi ez. Ez az, ami a tudatot tisztán tartja, és ez az, amely folyamatos felébredést lesz, tesz lehetővé az összes államba. És a éber államba, a tudatos államba valóban kipiszkál bele is. Te, mi te piszkálsz piszkálsz az bele. Az még mindig a én. Hát mi más? Egyéb nem tud belepiszkálni. Mennyire van szükség arra, hogy álmodjunk? Tehát Mennyire tehát... van szükség arra, hogy ébren legyünk? Mm szervezetileg értem, és biológiailag. Mert egy ideje nem álmodom. Hogyha álmodom, bekapcsol a mantra, és a lébredek, Tehát nem álmodom. Jó ez így neked? Nincs jó és rossz. Ez megtörténik. Akkor miért tetted fel a kérdést? Biológialeg értem. Mindenhol azt olvasni az álomra, az szüksége van a szervezetnek. Nincs külön biológia, értsd meg. De van egy pszichofizikum, de külön biológia nincs. De van test és lélek, de nehogy elválaszuk a kettőt egymástól. Különben bemegyünk a kómába, azt ki jövünk. Valójában mit szeretnél? Még jobban álmodni, még jobban ébernek lenni, még jobb zentanítványnak lenni? Ezt szeretnéd? Nem? Hát micsoda csalódás. Miért kapcsol be rögtön a mantra? Mert bekapcsolod. Arra specializálódtál, hogy stabilizáld a tudatállapotát, milyen jó. Felébredj az álomból, milyen jó. Megszakad a film, borzasztó. Hogyan álmodhatnám vissza magam abba az álomba, amelyből fel fogok ébredni? Mert arra kondicionáltam magam, hogy felébredjek. Ez annyira ember és annyira humán, ezt ízlelgessük egy kicsit. Ezek annyira mi vagyunk. És ha már fölébredtünk, akkor álmodunk egy még ízesebbet. És kitalálunk egy még intenzívebb mantrát, amiből még jobban fölébredünk a még ízesebb álomból, és amikor már ezt is elsejtítottuk, akkor egy teljesen új álmat fogunk legyártani, mert akkor meg az lesz a kihívás. Tehát mi a kihívást kereső, kíváncsi, kockázatviselő, elképesztően paradox és megjósolhatatlan, Emberfaj vagyunk mindenki. Tehát nem vagyunk logikai korlátok közé szoríthatóak, nem vagyunk megjósolhatóak. Ha valamilyen szokásrendszert képítünk, az nagyjából a magunk és a környezetünk műve egy bizonyos határig. Az igazi kérdés, hogy milyen szokásokat építünk ki, ezáltal milyen emberré válunk, milyen énséget viszünk a saját konténerhajónkon, és hogy ezáltal hogyan segítünk másokon és magunkon egyaránt. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ma mindannyian ennyire szépen összegyűltünk. Ugye a tíznapos elvonulás első darna beszédét közösen végigültük, végiggondolkodtuk, és azt is remélem, hogy továbbra is együtt fogunk gyakorolni, elérjük a tiszta tudat állapotát, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!